Attila, öné is rendbe, jó negatív. Szalai Már. Igen. Önnek is rendbe. Jó negatív. Az egyik vizsgálatot végző orvos éppen a negatív leleteket sorolja. A Pannonvíz Kiskúti telephelyén végeztek COVID-19 szűrést a Kardirex egészségügyi központ szakemberei. A vízszolgáltató kiemelt közszolgáltatóként 122 településen biztosítja az ivóvízellátást, emellett a szennyvíztisztítás, valamint elvezetés is a feladatai közé tartozik. Emiatt kifejezetten fontos az, hogy a kollégáink jó egészségi állapotban tudjanak dolgozni, hiszen ez biztosítja azt, hogy az ellátás is biztosítva lesz. Emellett nyilván ennek van egy munkahelyi vetülete is, amit az előbb mondtam, és nyilván van egy magánéleti vetülete is, hogy a munkahelyről ne vigyenek haza lehetőség szerint fertőzést, és ne hozzanak onnan be fertőzést. Nyilván tudja mindenki, hogy ez egy pillanatfelvétel, de valahol meg kell állapítani úgymond egy nulla pontot, hogy akkor innen indultunk, és akkor a folytatás az már mindig könnyebben kontrollálható és ellenőrizhető. A Pannonvíznél 640-en dolgoznak, az összes munkatársat letesztelik a napokban. Ahogy azt már korábban a vizsgálatot végző egészségügyi központ főigazgató főorvosa híradónknak elmondta, a munkahelyen a munkáltató feladata az egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények biztosítása. Többek között ezért is fontos a cégek tesztelése dr. Vasas István szerint. Ott van jelentősége, hogy ha nagy az átfertőződöttség, akkor egy későbbi esetleges vírusfertőzés nem tud olyan hatalmas járvány generálni. Most ezek az eredmények azt mutatják, amit országosan is közzétettek, hogy 8000-ből 2 pozitív, hogy nagyon gyenge az átfertőződöttség, kevesen estek át a fertőzésen. Ez veszélyes. Amit előbb elmondtam, bármikor jön egy új vírus, vagy jön ez a vírus, és akkor fogékonyak lesznek. Nagyon érdekes dolog, hogy ott randomszerűen történtek ezek a vizsgálatok, statisztikai módszerekkel meghatározott személyeket hívtak be, nálunk pedig az aktív munkavállalói korosztályt szűrjük, egy más jellegű populáció, de azt kell mondjam, hogy az 5-600 vizsgálatból már lényegesen több pozitív esetet találtunk, mint az országos vizsgálatnál arányaiban kimutattak. Nagyon fontos tudni, hogy ha fertőzés itt kezdődik, akkor az első 7 napban nincsen ellenanyag a vérbe. Van, amikor egy ellenanyag van, ez az IgM, ez a korai ellenanyag, van, amikor mind a kettő az időtávban látható, és van, amikor már csak az IgG ellenanyag található meg. A legveszélyesebb időszak gyakorlatilag az első 7 nap, ami egy áll negatív tesztet is eredményezhet, és ezért is nem adunk el teszteket, mert az orvosnak kell elmagyarázni az ügyfél részére, hogy az, hogy negatív, ez annyit jelent, hogy nincs ellenanyag, nem mutatható ki, de attól, hogy még fertőző lehet. Dr. Vasas István éppen azt mutatja be, hogy az általuk használt úgynevezett gyors teszt az első 7 napban nem mutat pozitív eredményt, hiszen ekkor még nem termel ellenanyagot a szervezet, amit jelezne a teszt. A másik ismert mérés a PCR vizsgálat, ami már a fertőzés elején a vírus örökítő anyagát mutatja ki a garat nyálkahártyájából vett mintából, ez azonban onnan előbb-utóbb eltűnik. Egyik teszt sem alkalmas mindenre, de a betegség nyomon követésére, az átfertőződöttség vizsgálatára vagy igazolására kizárólag a gyors tesztek alkalmasak. Csak fel kell hívni a figyelmet, hogy melyik mire való, nehogy hamis biztonságérzetet keltsen egy negatív lelet. Csütörtök délelőttig már több százan estek át a szűrésen, ez idő alatt 2 pozitív esetet találtak a szakemberek, természetesen azonnal megtették az ilyenkor szükséges lépéseket.